A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly átlagosan 10%-kal emelkedett a gépjárművezető tanfolyamok ára, míg 2020. augusztusában átlagosan 212 ezer forintért, 2021. augusztusában már 235 ezer forintért lehetett jogosítványt szerezni. Idén a tanulóvezetőknek akár már 280-300 ezer forintot is ki kell fizetniük a vezetői engedélyért. A magas költségeknek több oka is van, az autós iskolák pedig kénytelenek a tanulókra áthárítani az újabb és újabb költségeket. Az egyik fő ok a megnövekedett költségek. Ez alatt értjük a munka, tehát a bérjellegű költségeket, és értjük a fenntartási költségeket, tehát maga az autó, maga az üzemanyag, tehát ezeknek a költségei jelentősen változtak, növekedtek, és sajnos csak a megemelkedett tandíjból tudjuk ezt finanszírozni. Sáfrán András hozzátette, az elmúlt években tapasztalt drágulás ellenére nem csökkent az érdeklődés a jogosítvány megszerzése iránt. Ha lesz létszámcsökkenés, az úgy gondolom, hogy nem ez miatt. Inkább az én véleményem szerint a demográfiai hullám az, ami jobban befolyásolja a létszámcsökkenést. Ami például beszéltem több iskolával, 2020-at viszonyítva, 21-re olyan 15%-os létszámcsökkenés, tehát tanuló csökkenés volt. Azoknak, akik most szeretnének jogosítványt szerezni, fontos szem előtt tartaniuk, hogy a koronavírus járvány egy bizonyos időszakában nem lehetett kontaktórákat tartani, emiatt mára kialakult egy sorbanállás, ami az év első felére még kihat. A kormány pedig a költségek csökkentésén kíván segíteni azzal az intézkedéssel, hogy aki 20 éves koráig sikeres KRESZ vizsgát tesz, 25 ezer forintig visszakapja a képzésének összegét.